Tisztelt megjelentek kedves vendégeink, a Kiscserenyei Palóc népdalkör műsorát hallottuk. Köszönjük szépen a művészeknek a hangulatos produkciót és a vidám felvezetést. Azt hiszem mindannyian a megfelelő hangulatba kerültünk ehhez a csodálatos kiállításhoz. Szeretettel üdvözöljük Önöket itt Bátonyterenyén a Büszkeségeink című vármegyei szakköri kiállítás megnyitó ünnepségén. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Bablena István Ferencet, Nógrád vármegye közgyűlésének alelnökét. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Nagy Majdon Józsefet, Bátonyterenye város polgármesterét. És Török Jánost, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnökét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Maruzs Molnár Ágnest, a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját, aki lehetővé tette számunkra, hogy ebben a gyönyörű épületben, a Gyürki-Solymosi kastélyban mutathassuk be a kiállításunkat. És természetesen szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, vendéget, kollégát, alkotót, akiknek a csodás alkotásait megtekinthetjük ezen a kiállításon. Felkérem Nagy Majdon Józsefet, Bátonyterenye város polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Kedves hölgyek, urak, először is elnézést kérek a kis csúszásért, azt szokták mondani, ami késik, nem múlik, kivéve a volánbusz. Én kicsikét késtem, úgyhogy ne haragudjanak, kb. 10 percet, de nem fogom másra magam, nem volt bejön a naptáramba, és hogyha Ági nem szól, akkor még 5 percet biztos, hogy késtem volna ehhez képest. Kedves hölgyek, urak, engedjük, hogy megköszönjem Önöknek, hogy Bátonyterenyének eme szép épületét választották a kiállítás helyszínének. Nekem sokkal több ez egy egyszerű kastélynál, hiszen itt a szomszédban mondani nőttem föl, mamáik itt éltek, úgyhogy összes fát ismertem, nagyon sokszor mászkáltam különböző épületekben, és van egy álmom ezzel a épületkomplexummal együtt. Ha meg fog újulni, már pedig a pázdi források megvannak rá, akkor nagyon szeretném, hogy ezt valami hasonló módon tudjuk majd hasznosítani. Tehát ott, ahol most a palócporta van, amikor a pályázatot be akartuk adni, vagy beadtuk, akkor az volt a tervem, hogy egy kovács műhely, kézműves műhely legyen, ami népi művészeteket fogja felölelni, és ahol meg is tudják próbálni az emberek, ki tudják próbálni egy interaktívvá téve a művészeteket, vagy a népi ipart, mint olyat, és a gyerekek pedig ezt megtanulják. Tehát iskolai foglalkozások is legyenek benne majd, hogy itt bizony-bizony kipróbálják, hogy őseink hogyan csinálták a ruhát, hogyan szőttek, hogyan fontak, hogyan kovácsoltak, kicsit a maguk módján, és ezt haza tudják vinni. Hiszen akkor nézem végig a régi képeket, most ugye a választási kampány még inkább, akkor látom, hogy miért volt jobb régen, mint most. És erre a kérdésre talán egy választ találtam. Azért, mert a telefon meg a tévé helyett régen egymással, meg a környezetünkkel foglalkoztak az emberek. És nem kiírták a Mr. Zuckerbergnek, hogy Mr. Zucker segítséget kérünk, mert ez meg ez a baj a városban, mert fogtak, kimenték, lesarlózták, lekaszálták a füvet, és odaadták a nyulaknak. Vagy közösségi munkát szerveztek, kimentek, és azt, ami zavarta a szemüket, elpakolták, és szép volt. Mondom, gyerekként itt nőttem fel, emlékszem, hogy még nagyapám is kijött, kaszálta a füvet, utána pedig elvitték nyulaknak, nyulak alá, vagy máshová. És ezt a városi ember, vagy modern ember elfelejti. Aztán később elfelejti majd a népi iparművészetet, el fogja felejteni azt, hogy hogyan kell különböző tárgyakat létrehozni, és a fogyasztóipar le fogja győzni a magát ellátni képes embereket. Ezért is köszönöm a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád vármegyei szervezetének, hogy ezt a kiállítást idehozta, részben azért, mert érzelmek is fűznek ide, részben pedig azért, hogy felkarolják ezeket a szakköröket, felkarolják az ilyen népi iparművészeket, akár autentikus módon, akár pedig professzoros módon, és lehetőség annak, hogy bemutassák azt, hogy mire képesek, hogyan tudnak még mind a mai napig ebben a modern világban is alkotni, és ezt megosztják velünk. Hát kedves hölgyek, urak, én kívánom önöknek, hogy élvezzék a kiállítást, élvezzék ezt a szép közeget, ahol létrehoztuk ezt a kiállítást, de azt is kívánom, hogy ne felejtsük el azt, amit őseink ránk hagytak, hiszen sokkal gyengébbek leszünk, és nem csak a nyelvében, hanem a kultúrájában is él a nemzet. Isten éltesse Önöket, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen polgármester úr gondolatait. Felkérem Maruzs Molnár Ágnest, a Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját, hogy házigazdaként köszöntse vendégeinket.
Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy köszöntőmet Kodály Zoltán szavaival indítsam. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettő elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának. A Nemzeti Művelődési Intézet 2021-ben útjára indított szakköri programjának tán egyik vezérfonal is lehetne, zeneszerző óriásunk ezen gondolata, hiszen a foglalkozások közösségeket kovácsoló ereje mellett az ősi technikák, a népművészet azon ágaival van lehetőségünk megismerkedni, benne dolgozni, melyek már-már feledésbe merülnek. Létrehozni valamit közösen. Ez mindenféleképpen egy olyan folyamat, amelyben jó lenni, és amelynek igazán örömteli az eredményét is élvezni. Az, aki mai felgyorsult társadalmunkban hajlandó időt, energiát áldozni erre, az nagyon sokat tesz a lelki egészségért, békéért, miközben rengeteg területen fejleszti magát. Óriási szükség van ezekre a pillanatokra, a közösség, az alkotás erejére, hiszen olyan jóleső érzés bizonyos időközönként félretenni mindent, és belemélyedni egy-egy újabb mintába, ismerkedni egy új színnel, anyaggal, illattal. A szakkör teret ad tanítónak és tanítványnak egyaránt. A tanítók, oktatók tudása, tapasztalata több mint 2500 településre eljutott idén, még a határainkon túlra is, és közel 13 ezer ember része lehetett valamilyen alkotói közösségnek, bemutatkozhatott és képezhette magát. Biztosan vannak a teremben, akik a foglalkozások elején némi önbizalom hiánnyal vágtak neki ennek a nagy kalandnak, majd egy-egy folyamat végén rendre büszkén tértek haza a produktummal, melyekből ma a legszebbeket elhozták nekünk. Szívből köszönöm, hogy kitartottak, és ma együtt csodálhatjuk ezeket a tárgyakat, és köszönöm a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád vármegyei igazgatóságának, hogy minket kértek föl a kiállítás megrendezésére. Örömmel és büszkeséggel ajánlom mindenki figyelmébe. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen igazgatóasszony szavait! Felkérem Máté Lászlónét, a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád vármegyei igazgatóját, hogy szervezőként köszöntse vendégeinket. A kultúrát az emberi motiváció táplálja, egy korlátlan erőforrás, amit néha alábecsülnek. Lion Ducti. Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért, a szakkör. A Nemzeti Művelődési Intézet a kulturális társadalom és tartalomfejlesztés eszközeivel hozzájárul a magyar nemzet életminőségének javulásához a Kárpát-medencében szerte. Magyarország kormányának köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel 5000 szakkör támogatására, melynek során online elérhető tananyag segítségével a szakköri tevékenységek egyes fázisaiba bevonja a résztvevőket, ezáltal összegyűjti, rendszerezi és népszerűsíti a különböző közösségi tevékenységi formákat. Az aszakkör program 2021-ben indult, és hatalmas sikernek bizonyult. Első évben 6, majd a következőben 15 szakák került meghirdetésre, mint például mézeskalács, kosárfonás, gyöngyfűzés, kötés-gyöngyel, papírfonás, a teljességigénye nélkül. A 2023-ban meghirdetett programban újabb 3, babamama horgolás, naturkozmetika, illetve szövés kereten szakkörökkel egészült ki a megpályázható eszköz és alapanyag csomagok köre. A szakkör programunk lehetőséget biztosít mindenkinek, aki szabad idejében tanulni szeretne, és közösségben szeretné fejleszteni képességeit. A program célja többek közt a közösségépítés, a helyi identitás erősítése, szemléletformálás, amiről polgármester úr is szót ejtett, a figyelem irányítása meglévő értékeinkre, aktív közösségi együttműködések elősegítése, és a népi kézművesség tudásanyagának átörökítése. Egy-egy 5 fős szakkör alapanyagait és eszközeit adjuk támogatásként egy szakkör indulásához. A szakköröktől mindezért 20 alkalom megtartását, erről fotók feltöltését, valamint egy záró kiállítás megrendezését kéri a program, a projekt. Az elmúlt években számos települési szakköri kiállításon jártunk, ahol szebbnél szebb alkotásokban gyönyörködhettünk. Az idén mindez összeért egy megyei kiállításban.
Nógrád megyében a szakkör harmadik évadjában 38 településen 68 szakkör alakult meg, és ezen a kiállításon 35 település 50 szakkörének munkáit láthatjuk. Többek közt makramé, gyertya, kosárfonás, a teljesség igénye nélkül. Köszönet az alkotóknak türelmükért, gondos kezeik munkájáért. Köszönet a szakkörvezetőknek a közösségek életrehozásáért. Köszönet az önkormányzatoknak, hogy lehetőséget nyújtottak a téli időszakban is, hogy fűtött helyen dolgozhassanak a szakköri tagok. Köszönet a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének, hogy mentorálásukkal segítették a szorgos szakköri tagokat. Köszönet Fürth Vera kollégámnak a szakköri projekt gondozásáért, a szakkörökben tett biztató látogatásaiért, és ennek a csodálatos kiállításnak installálásáért kollégáimmal közösen. Köszönet a Bátonyterenyei Közművelődési Intézmény vezetőjének, Maruzs Molnár Ágnesnek, aki első szóra szívesen ajánlotta fel ezt a gyönyörű helyszínt. Köszönet Bátonyterenye város önkormányzatának, hogy helyet adott kezdeményezésünknek, és 2 hétig helyszínt biztosít a megyei szakköri kiállításnak. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2024-es őszi szakköri évadra a jelentkezés még május 31-ig megtehető. Ősztől újra szakkörözzenek velünk, akár Bátonyterenyén is, mely szívünk közepe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen igazgatóasszony szavait. És végül, de nem utolsó sorban, felkérem Török János népi iparművészt, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnökét, hogy ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm szépen, tisztelt megjelentek, én is üdvözlök mindannyiukat. Talán úgy gondolom, hogy nem sorolnám el, hogy kiknek jár a köszönet ezért a mai napi rendezvényé, hiszen már az előttem lévők megtették. Úgy gondolom, hogy első hozzászólónak nagyon könnyű dolga van, az utolsónak van a legnehezebb. Mivel hogy az utolsónak szólaló szót kapó összegezheti azt, amivel készült, és ha az előtte való hozzászólók elmondták a mondani valójukat, akkor már igazából ismétésre azt hiszem, hogy okafogyottá vált. Én pár gondolatot azért mégis hozzáfűznék a mai napi rendezvényhez. Úgy tudomásom szerint most van a közösségek hete, ha jól tudom, és valahogy nagyon összevágott ez az időpont, nagyon hozzáilleszkedik a mai napi rendezvényhez, hiszen közösségekről van szó. Néhány gondolat még arról, hogy ami eszembe jutott, hogy végül is akár az őskortól visszamenőleg az ember az egy társas lény. Fizikailag, emocionálisan, érzelmileg egymás nélkül nem tudott volna életben maradni. Tulajdonképpen ez egy genetikailag is bekódolódott már az ember életébe, hogy egymás nélkül csak összefogva, egymással közösségbe gondolkodva és tevékenykedve tudunk létezni. Mint ahogy hallották, hogy a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének vezetője vagyok, és abban dolgozom, népi iparművészettel, népi kézművességgel foglalkozunk, átörökítjük ezt a tevékenységet, amelyet nagyanyáinktól, nagyapáinktól örököltünk. Nagyon fontos dolog, hiszen a 19. században a paraszti népi kultúra, amikor még természetes volt, hogy úgymond kalákába dolgoztak az emberek, tehát fizikailag, érzelmileg is egymásra voltak utalva, gondoljunk vissza itt a korosztályt, életkorokat tekintve, majd mindenki emlékszik, vagyis sokan emlékeznek arra, amikor már még volt a tolfosztástól kezdve a kenderföldolgozás, az építkezések, a kalákába való összefogás segítségével jöttek létre alkotások. Ez valahogy aztán a mai időszakban már kihalt. A virtuális világban, amikor a közösségi platformokon érintkezünk egymással, személytelenné váltunk, szinte el tudunk bújni a közösség elől, és bizony-bizony ez nagy hatással van a közösségek életére. Épp ezért én is üdvözlöm a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott a Szakkör című programot, hiszen itt a közösségek, mint ahogy említettem az elején, genetikailag azt hiszem mindenki számára kódoltá vannak, tehát szükségünk van arra, hogy közösségben részt vegyünk, érintkezzünk egymással. A Szakkör című tevékenység, mi az Egyesület részéről 43
helyszínen mentoráltunk, és bizony-bizony egy kicsit az elején nagyon meg voltunk ijedve, hiszen számunkra a minőségi munka készítése az nagyon fontos, és nem elhanyagolható, de itt, ahogy nézem a kiállított tárgyakat az alkotásokkal, fejet hajtok minden alkotó előtt, minden szakkörvezető előtt, mert hát profi módon hajtották végre a feladataikat. Nagyon féltünk egyébként, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet által a videófelvételek, a segítő felvételek alapján mennyire lesz sikeres az alkotás. Úgy gondolom, hogy senkinek nincs szégyenkezni valója. Kezdőként azt hiszem, hogy 20 foglalkozás volt egy-egy szakkörre adaptálva. Mi, akik majd, hogy úgy mondjam, hogy adatközlők vagyunk, egy életen át beleszülettünk a tevékenységbe, tehát nem szakmailag zsűrizem most a munkákat, hanem az, hogy kezdőként, akik a szakkörön részt vettek és alkottak, tényleg le a kalappal és minden elismerésem. A közösségbe való szerveződés nagyon fontos dolog. Az, hogy mi egy civil szervezetként, jogi személyként dolgozunk, szerintem egy utánpótlási lehetőséget látunk abba, amit a szakkör most elindított. Úgyhogy ajánlom mindenkinek a kiállítást, és várjuk a jelentkezőket a jövőben is. Úgy tudom, hogy az előjelentkezések már elindultak. Remélhetőleg minél többen sikeresen pályázatot fognak nyerni, és tovább folytatódhat ez a tevékenység. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer mindannyiuknak. Köszönjük szépen elnök úr szavait. Kedves vendégeink, ezzel megnyitó ünnepségünk végére értünk. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Büszkeségeink című vármegyei szakköri kiállítás május 30-áig látogatható nyitvatartási időben, hétköznap 10 órától 18 óráig, szombaton pedig 14 és 17 óra között. Megnyitó ünnepségünk végén kérem önöket, hogy tekintsék meg a kiállítást, majd szeretettel várjuk önöket egy kis vendéglátásra a földszinti fogadóterembe. Viszontlátásra!